Itt az én kocsmám, én nem italra költöttem a pénzt, hanem jelvényekre. Ezekkel a szavakkal mutatja be értékes gyűjteményét az aradi Stefanov Titus. Csak nem 4 évtizedet gyűjti az ománcozott fémből készült sportegyesületi emblémákat. Általában fémjelvények mind a régiek részből vagy ezüstből, általában ami 1910 előtt voltak csinálva, vagy 1900 előtt, ezek mind porcelán jelvények, annál nagyobb az értékük, máma már sörös doboz jelvényeket csinálnak. Nem adják meg azt a tiszteletet a jelvények, hogy legalább fémből csinálják meg. Ez papír ráhúzva egy darab fémre, ez nem jelvény. Ez nem becsülik meg azt, aki mindenki meg kellene a saját egyesületét becsülje meg. 20 éves koráig ő maga is kiváló úszó volt, ám egészségügyi okokból az orvosok eltiltották a sportolástól. A természetjárást választotta, csúcsokat hódított meg a Kárpátokban, miközben turista, cserkész és természetvédelmi jelvényekkel gazdagította kollekcióját, amely mára több mint 2000 darabot foglal magába. Miért keresem a jelvényeket? Próbálom megmenteni őket, mert kevesen vagyunk az országban, lehet egy kézen megszámolni azok, akik nagyon rendszeresen csinálják. Mert az, aki például készen megvesz egy gyűjteményt, abban ő nem érezte azt, amit én érzek meg, hogy találok mégis egy jelvény. Hát most már ezek a jelvények mind fehér hollók. Olyan szempontból, hogy már nem lehet őket megtalálni. Ilyenek például a 19. század utolsó negyedéből származó Erdélyi Szászok Turista Egyesület, az Erdélyi Kárpát Egyesület, vagy az Aradhegyvidéki Turista Egyesület emblémái. De a jelvények között találunk néhány osztrák, magyar, olasz, cseh, svájci vagy német kiadású különlegességet is. Tulajdonosuk nemrég szinte valamennyit közszemlére tette a nagy közönség előtt, magánkiállításával felidézve a turizmus történetét. Kezdve 1862-től az osztrák Alpin Klubnak a jelvénye, és az utolsó, amit én be tudtam szerezni, 2014-ben ez az utolsó jelvényt, amit kiadtak. Sörös dobozokat jelvényben nem gyűjtök, mert azok leárassák magukat. Van vagy 3 szívemhez nőtt jelvény, és pedig az egyik politikailag is lehet feltenni a kérdést, vagy oda tesz, hogy gondolkozál, amin azt írja rajta, hogy 1945, és románul Önkotró. Merre menjünk? Mi történik velünk? Egy turista jelvényről van szó, ami nekem nagyon szívemhöz nőtt. A másik jelvény egy közepes gombnagyságú természetjelvény, gyönyörűen van megcsinálva, itt az aradi vésnökök csinálták, több mint valószínűleg az 1930-as évek végén fele, és pedig a jelkép az, hogy egy ember egy fűzfát tartsa, hogy ne fújja ki a szél, és a hátánál egy villámcsapás, lila alapon. Hát a harmadik az egy olyan jelvény lenne, amit csak nekem egyedül van meg, és aminek jóformán nem tudom megmondani az értékét. Nem lehet felbecsülni, hogy mennyi. Az az úgynevezett Aradhegyvidéki Turista Egyesület, amit 1899-ben csinálták. A párnákat olyan ritkaság számba menő szerzemények is díszítik, amelyek Aradhegyalja múltjához köthetők. Arad múltjához nem köthető, hanem a hegyaljai turizmus múltjához, illetve az Aradon megalakult turista egyesületeknek vannak jelvényei. Hát az, hogy 1879-ben Aradon már tornaegylek létezett, amelynek önálló turisztikai szakosztálya volt, és ennek van egy jelvénye, hát ez is már dolog. Az, hogy 1880-as években már Aradról egy ilyen turisztikai
versenyt rendeztek Arad Radna között, az is egy rendkívüli esemény. Hát ezt kiemelni ezek közül lehetetlen, de tényleg van az, hogy Aradnak is jelentős szerepe. A sok évtizedes természetjárás és a szenvedélyes gyűjtőmunka eredményeképpen Stefanov Titus megismerte szülővárosa turista múltját is. Ennek népszerűsítését pedig ma is szívügyének tekinti.